Bridget Wenninger, Eve Tarlett, 24 karácsonyi mese, 17. fejezet, karácsonyfát mindenkinek. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer két gyerek, egy fiú meg egy lány, pont annyi idősek, mint ti. Elindultak az édesapjukkal a havas erdőbe, hogy hozzanak egy karácsonyfát. Mindegyik fát megvizsgálták, de nem találtak egyet sem, amelyik megfelelt volna. Nem, ez túl nagy, nem fér be a szobába, mondta a fiú. A következő pedig túl picinek bizonyult. Nézd, ez meg milyen görbe, méltatlankodott a kislány. Annak meg ott alig van hátul ága, tódította az apjuk. A következő fának dupla csúcsa volt, mert felül elágazott. Viccesen festett, de ezt sem akarták hazavinni. Megálltak pihenni, kerestek egy padot, megették a sajtos szendvicsüket és az almát. Az édesapjuk elővarázsoltak a bárcsöpéből pár mézes kalácsot is, vélem gyorsan elfogyott. Aztán tovább indultak. Az apa az ösvény bal oldalát figyelte, a gyerekek a jobb oldalát. Egyszer csak egy tisztásra értek, és íme ott volt. A fenyőfák fenyőfája. Egyenes, nem túl nagy és nem túl kicsi, nem túl vékony és nem túl vastag. Erős tömött ágai nyíkcsapokra gyogtak. Apa, gyere gyorsan! Kiáltották a gyerekek. Megtaláltuk a világ leggyönyörűbb karácsonyfáját. Az édesapjuk oda sietett és hangosan füttyentett. Hű, ez aztán a szép fa! Egyszerűen tökéletes! Csak álltak a tisztáson és bámulták a fenyőt. A lány hirtelen megszólalt. Apa, mit gondolsz, hány éves? Nos, azt hiszem, annyi lehet, mint te, mondta az apa, és elővette a hátizsákjából a fűrészt. Na gyerünk, vágjuk ki ezt a világbajnokot, és vigyük gyorsan haza. A lány azonban a fejét rázta. Ne, apa, várj! Oda szaladt a fához, és megsimogatta a két középső ágát. Olyan volt, mint két ölelésre tárt kar. A lány félrefordított fejjel fülelt. Aztán így szólt. A fenyő azt mondja, nem akarja, hogy kivágják, hiszen még gyerek. Igen, persze, de hát nem azért jöttünk, hogy hazavigyünk egy fát. A fiú is odaszaladt a nővéréhez, és hallgatózott. A fenyő azt mondja, hogy nagyon szeretne karácsonyfa lenni, de nem a mi szobánkban. Értem, de hát hol? Csodálkozott az édesapjuk. A gyerekek tovább hallgatóztak. A fenyő azt mondja, hogy jöjjünk el hozzá mi, mindannyian. Akkor nem csak egyetlen család fája lehetne, hanem mindenkié. Jó, de akkor mindenkinek ide kell jönnie hozzá az erdőbe, ugye? Hát persze, kiáltották a gyerekek. Ki mondta, hogy mindenkinek saját karácsonyfára van szüksége, tette fel a kérdést a lány. Osztozzunk meg mindannyian ezen az egyetlen fán. Ünnepeljünk itt, és aztán otthon gyújtsuk meg a gyertyákat az adventi koszorún. Így ez a gyönyörű fenyő tovább növekedhet. Ha hazaérünk, megkérdezzük nagyapát és nagymamát, hogy van-e kedvük eljönni velünk ide. Így esett, hogy karácsony estején különös kis társaság vonult át az erdőn. Elől haladt a lány és a fiú egy hatalmas, saját készítésű csillaggal. Ők mutatták az utat. Utánuk jöttek a nagyszülők, és aztán még sok-sok ember a faluból. Mindannyian hátizsákokat cipáltak, meg kosarakat tele étellel. Ahogy elérték a tisztást, tüzet raktak, és egy nagy üstben feltették főni a gyümölcspuncsot. Végül neki láttak fádíszíteni a karácsonyfát. Mindenki hozott magával díszeket, meg gyertyákat, és a fa hamarosan sokszínű ünnepi pompába öltözött. Panni néni és Ali bácsi gitározni kezdett. A völgy túlfeléről érkezett gazdálkodók a szamarukat is elhozták, úgyhogy a gyereksereg sorra körbe szamarogolhatott a tisztáson. Ahogy leszállt az este, meggyújtották a fán a gyertyákat és énekelni kezdtek, még a szamár is. Ettől az emberek jobb kedvre derültek. Na és mit csinált a fiú meg a lány, akik pont akkorák voltak, mint ti? Elárulom. Mosolyogtak. Annak örültek, hogy a fa tovább nőhet, és várhatja a következő évet, amikor ismét eljönnek hozzá az emberek, és ő megint mindenki karácsonyfája lehet.